Ma van a szegénység elleni küzdelem világnapja, ennek kapcsán ismertetnék önnel néhány adatot, amit remélem azért ön is lát és érzékeli a magyar valóságot, majd feltennék önnek néhány kérdést. Ma Magyarországon a gyermekek mintegy 35%-a kénytelen szembenézni komoly anyagi nélkülözéssel. Ez az adat egy mintegy éve látott napvilágot. A Romániában is jobb ennél a helyzet, és mindössze Bulgáriában rosszabb az Európai Unióban. Jóval több mint 4 millióan élnek létminimum alatt, ez nagyjából 1,4 millió háztartás érint. Mi volt az önök válasza erre a helyzetre, erre a szörnyű magyar helyzetre a magyar társadalomban? Az, hogy nem publikálják innentől a létminimum adatokat, úgy próbálják meg megoldani ezt a kérdést, és a szőnyeg alá seprik a problémát. Az SZIA bevallók majd fele keres a létminimum alatt, elfogadhatatlan ez, tehát igenis jelen van a magyar társadalomban a dolgozói szegénység. Változatlanul Európa csúcs az áfa, 27%, és ez a legtöbb alapvető élelmiszer kapcsán így van. Erre csak nagyon szűk körben, ennek a csökkentésért csak szűk körben történtek kísérletek. Világosan látszik tehát, hogy ketté van szakadva a magyar társadalom, önök elfelelkeznek több mint 4 millió létminimum alatt élőről, az ő helyzetük az elmúlt 6 évben egyre rosszabbá vált, és önök csak egy szűk kivételezett körnek kedveznek az egyes intézkedéseikkel. Adódik tehát a kérdés, mikor kívánnak végre a helikopterező, urizáló, harácsoló klientúrájuk építése helyett végre a magyar emberek hétköznapi problémáival foglalkozni? Várom válaszát. Köszönöm el. Köszönöm szépen a válaszadásra. Megadom a szót Rétvári Bence államtitkár úrnak. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. 2010 után a kormány egyik kiemelt feladatának tartotta, hogy a gyermekek számára minél inkább biztosítsa azokat az esélyeket, ők is egy teljes életet tudnak élni, éppen ezért a gyermeket nevelő családok az egyik legnagyobb nyertesé az elmúlt 6 esztendőnek. 1100 milliárd forint már az az összeg, amit családi adókedvezmény címén a családoknál hagytunk, hogy ezt a gyermekekre tudják fordítani. 1100 milliárddal költöttek többet a gyermekekre Magyarországon a családok, mint költhettek volna, ha a szocialista kormányzás folytatódik, hiszen ennyivel hagytunk több pénzt ott a családoknál. A gyermekszegénység esetében arra nem utalt képviselő, hogy az Eurostat adatai szerint 2012 óta szépen évről évre csökken azoknak a gyermekeknek a száma, azoknak a gyermekeknek az aránya, akik ki vannak téve bármifajta jövedelmi szegénység kockázatának, magyarul a szüleik keveset keresnek, és éppen ezért ők nehezebben is tudnak boldogulni. Már csak azért is, mert pontosan működik a családi típusú adózási rendszer. Egyre kevesebb család él úgy, hogy a szülők nem dolgoznak, hiszen 600 ezer emberrel több dolgozik. Nyilván a munkajövedelmük nekik magasabb, mint amennyit korábban segélyekből el tudtak volna érni. Tehát a gyermekek számára így nem annyira hétköznapi élmény a nélkülözés vagy a szegénység. Az, hogy a legkisebb gyermekeknél, ha már ön a gyermekekről beszélt, a bölcsőd és óvodáskorúaknál, az önök idejében gyakorlatként működő 92 ezer fővel szemben most már 318 ezer gyermek kap bölcsőd és óvodáskorban ingyenesen enni, a bölcsődében és az óvodában. Ez is mutatja, hogy igyekszünk természetben is ezeket a hátrányokat kompenzálni. Arról nem is beszélve, hogy az iskolában a könyvcsomagot ezek a gyermekek már első 4 osztályban ingyenesen kapják, és aztán így megy ez a későbbiekben is. Ami pedig azért az önök hozzáállását illeti, ne feledjük el, hogy míg a szocialista kormányok alatt a minimálbér évente átlagosan 2900 forinttal emelkedett, addig az elmúlt években 6300 forinttal, háromszor nagyobb mértékben emelkedett a legkisebb keresetű emberek bére a mi időszakunkban, mint azt önök tették. Ki akkor a szolidáris a leginkább keveset keresőkkel? Köszönöm szépen. Köszönöm, államtitkár úr. Viszont válaszra van lehetősége a képviselő úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Legalább ezt a minimálbér kérdést nem mondta volna a végére, hiszen adómentes volt a minimálbér 2010 előtt, önök meg megadóztatták a legkisebb keresetűek bérét. Mintegy 600 ezer ember vándorolt el Magyarországról. Én nem tudom mást hogy értelmezni, hogyha ön ezt nem látja, ezt a hatalmas és mély társadalmi problémát, akkor valószínűleg egy másik Magyarországon él, nem zavarják össze a tények vagy a magyar valóság. Az elvándorlók mellett rengetegen ébérért kénytelenek dolgozni, az ő helyzetük alapvetően változatlan vagy romlik az elmúlt években, és ez már nem csak mély társadalmi problémákat, hanem nagyon komoly gazdasági problémákat is okoz, hiszen a szakképzett munkaerő hiánya az ő elvándorlásuk okán meggátolja a magyar gazdaság fejlődését. Nem is beszélve arról, hogy ez a kettészakadó Magyarország így társadalmi békétlenségben kénytelen az önök politikája miatt élni.
határozottan azt mondom, hogy változásra van szükség, változtassanak a politikájukon, vagy távozzanak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, a viszontválasz megilleti az államtitkár úrat is. Köszönöm szépen, attól óvja meg Magyarországot a sors vagy a jóisten, hogy újra a szocialisták kezébe kerüljön a kormányzás, hiszen emlékszünk, hogy önök akkor mit tettek, de képvisel az ön példájára. Egy gyermeket nevelő család esetében, hogyha minimálbért keresnek a szülők, nem csak hogy adót nem fizetnek, járulékot sem fizetnek. A jövedelmük sokkal magasabb, pályakezdő fiatalok, hogy bekiabált. Az önök idején mennyi pályakezdő fiatal volt munkanélküli? Minden negyedik. Most mennyi az? Most már csak 11-12%. Körülbelül minden nyolcadik. Minden negyedikből, minden nyolcadik, tisztelt képviselő. Ez az a folyamat, amit megállítana az, hogyha önök kerülnek újra kormányra, újra kivetnék a magas adóikat, újra megszüntetnék a munkahelyvédelmi akciót, amellyel sikerült a fiatalok számára is itthon munkalehetőséget kínálni, de mi az LMP a második leghangosabb bekiabáló, az ő adórendszerük pedig szépen, de lassan, de visszaszorítaná szintén a foglalkoztatottságnak ezt a szintjét, hiszen olyan magas adókkal sújtanák az élőmunkát, ami óriási veszélyt jelentene szintén Magyarországra. Tisztelt képviselő hölgyek és urak, szerintem legyünk büszkék arra, hogy most már 600 ezerre több ember tud a családjának munkajövedelmből megélhetést biztosítani. Köszönöm szépen. Köszönöm.